Jó estét kívánok! Napok óta mindenki azt latolgatja, hogy a választási törvény módosításával, hogyha az átmegy, vajon ki jár igazán jól, meg egyáltalán a Fidesz belemegye a módosításba. Ez az egyik kiemelt témánk ma, és várjuk a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy egyetértenek-e Gulyás Gergellyel, hogy Brüsszel jogellenesen tartja vissza az uniós forrásokat, amik nekünk járnak. Mutatjuk a többi témát és a vendégeinket. Brüsszel jogellenesen tartja vissza az uniós forrásokat, a kormány nem hisz tovább az ígéreteknek. Erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Zöld utat adott a Fidesz a Mi Hazánk választási törvény átírására vonatkozó javaslatának. A Fidesz-KDNP több helyet szerezhet. A Median felmérése szerint a megkérdezettek 34%-a maffia államnak tartja Orbán Viktor Magyarországát. A Momentum határozati javaslatot nyújt be az aktív eutanáziára vonatkozó szabályok módosításáról. A Fidesz képviselője szerint pártja életpárti. Vendégeink: G. Németh Erzsébet, a DK szociális és nyugdíjügyi árnyék minisztere. Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője. Unyatyinszky György, újságíró. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok, csak azon mosolygok ennyire, hogy mindenki megcsodálta magát, hogy legutóbb milyen ruhában volt. Jó estét kívánok a vendégeinknek is. És hát ez az a nap, amikor Novák előtt megvitte a demokráciát, meg az igazságos választási rendszert a parlamentben, ugye ez az első témánk, mert hogy elkezdték tárgyalni a választási törvény módosítását, amely módosítások ugye a önkormányzati budapesti választásra és a parlamentire is egyaránt vonatkoznának, legalábbis a Mi Hazánk mozgalom erről együtt szeretne tárgyalni, na, hogy ez összejön-e, ez is egy nagy kérdés, de hogy mi hangzott ma el pro és kontra érvként, ezt összefoglaltuk. Novák előd a csütörtöki parlamenti vitában Steve ügyének nevezte a választójogi rendszer igazságosabbá és arányosabbá tételét. A Mi Hazánk párt alelnöke szerint ebben a kérdésben a többi párt saját pillanatnyi hatalmi érdekeit tartja szem előtt. Valamilyen mértékben minden ellenzéki párt kárvallottja ennek a választási rendszernek, de úgy tűnik, hogy a balliberális pártok örök ellenzékiségre, megélhetésre, politizálásra rendezkedtek be, a kényelmes semmittevést választják inkább. Molnár Zsolt szerint ilyen rövid idővel a választások előtt méltatlan a felvetés, hogy érdemben vitázzanak erről a törvényjavaslatról. Ez nem olvasható másképpen, mint valamiféle bűvészkedés, és az az eljárási rend, ami szerint most itt van, ilyen módon, hogy úgy vitatkozunk róla, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy valójában a Magyarországgyűlés kétharmados többsége mit is gondol erről, ez méltatlan. A Jobbik úgy véli, egy évvel a választási törvényhez hozzányúlni nem korrekt és nem demokratikus. Nem az igazságosság megteremtése a célja, hanem a előttünk, fél év múlva előttünk álló választásnak a befolyásolása. A képviselő szerint már most borítékolható, hogy a december 12-i végszavazáson a kormány elutasítja az országgyűlési választás módosítására irányuló javaslatot, még az önkormányzati javaslatot megszavazza majd. És ugye egy Németh Erzsébet reagált erre a módosításra a DK részéről, ezt nem vágtuk be, mert hogy majd elmondja személyesen, viszont először arra kérem, hogy arra reagáljon, amivel Novák előtt kezdte, hogy valójában minden ellenzéki párt kárvallottja ennek a rendszernek, és úgy fogalmazott, hogy mégis a balliberális pártok örök ellenzékiségre, megélhetési politizálásra rendezkedtek be, a semmittevést választják, mert hogy ezt a javaslatot ők nyújtják be a többi ellenzéki párt helyett. Hát engedje meg nekem a ATV is, ön is, meg talán a nézők is, hogy ne Novák elődre reagáljak. A Demokratikus Koalíció véleménye szerint egészen egyszerűen arról van szó, hogy a Fidesz gyáva volt és sunyi, ez ma már elhangzott az országgyűlésben, ez a jelző, gyáva és sunyi volt, nem merte benyújtani ezt a törvényjavaslatot, hanem beadatta a Fidesz, vagy a Mi Hazánkkal, és a Demokratikus Koalíciónak az a véleménye, mint egyébként nagyon sok más ellenzéki pártnak is, hogy nem egészen egy évvel vagy fél évvel a választások előtt nem lehet ilyen alapjaiban átírni az önkormányzati választási törvényt. Egy dolgot hadd mondjak még, mert ez eddig a híradásokból is nem egy teljesen egyértelmű.
ugye itt a benyújtó párt ahhoz ragaszkodik, hogy mind az országgyűlési választásokra vonatkozó szabályok módosítását, meg a fővárosi önkormányzati listáról szóló törvény javaslatot egyszerre tárgyalja az országgyűlés. Az nem hangzik el sose, hogy az egyik, a választás, tehát az önkormányzati választási törvényt érintő javaslatok azok törvényjavaslat formájában vannak. Magyarul azt jelenti, hogy ha szavaz róla, az országgyűlés elfogadja, életbe lépnek. A másik, ami egyébként szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy az országgyűlési választásokon ne lehessen mondjuk 40-45%-nyi szavazattal kétharmados parlamenti mandátumot szerezni, az semmi más, mint egy országgyűlési határozat. Az semmire nem fogja kötelezni sem a Fideszt, sem pedig bármilyen más... Reggel nálunk a Startban azt mondta Novák előtt, hogy ez azért van így, mert itt az elvben kell megállapodni először. Én azt gondolom, hogy ha itt őszinte szándék lenne bármelyik pártról, tehát akár a Fidesz kamu pártjáról, a Mi Hazánkról, akár pedig a Fidesz részéről, akkor ezt időben, normálisan a parlamenti menetrendnek megfelelően, úgy, hogy erről lehessen érdemi vitát nem csak a parlamentben, hanem a társadalomban is folytatni, akkor így tették volna meg. Én biztos nagyon naív ember vagyok, de egyelőre nem látom ebben a törvényjavaslatban azt, ami olyan hatalmas nagy veszélyt jelentene a jelenleg az ellenzék által irányított fővárosra, Budapestre. Elnézve a kerületi polgármesterek mostani listáját, ha ezek az emberek fölkerülnek egy közös listára a következő évi szavazáskor, választáskor, akkor szerintem egy elég meggyőző fölénye be tudja húzni az ellenzék azt a voksolás. Ugye az alapkérdés az az, hogy a Fidesz, illetve a Mi Hazánk arra a szituációra próbálta rájátszani, hogy nem, hogy az egység felé nem mozog egyelőre az ellenzék, hanem épp, hogy szanaszéjjel vannak. Ugye ezt a legutóbbi erjedést a Momentum indította el. Legutóbb ugyan a Karácsony Gergelyt biztosították támogatásukról a főpolgármester választás illetően. Na most inkább széttartanak ezek a szálak. És egy ilyen helyzet, egy ilyen törvényi helyzet, hogy mégis egy közös akolba kényszerülnek megint jogszabályok okán, ez előidézhet további vitákat ezek között a pártok között. Én ezt kevésbé látom rizikósnak, veszélyesnek a közeljövőt illetően. Én egyelőre ebből csak azt olvasom ki, hogyha ez a tizenakárhány kerületi polgármester, aki az ellenzéket képviseli, ez föl tud kerülni erre a listára, akkor szerintem az ellenzéknek ezzel a javaslattal olyan sok dolga nincs. Annyiban azért kiegészíteném, hogyha a főváros jövőbeli vezetése, tehát, vagy a mostani vezetése, tehát hogy mennyire van mondjuk veszélyben Karácsony Gergelynek a pozíciója, illetve az ellenzéki jelenlegi képviselők, polgármesterek pozíciója, talán tényleg akkora veszély úgy nincsen, de mi történik párhuzamosan? Bejuthat a Mi Hazánk a közgyűlésbe, a kétfarkú kutyapárt is bekerülhet a közgyűlésbe, a Fidesznek is nőhet a képviselőinek a száma, és kialakulhat egy sokkal kaotikusabbnak tűnő, nagyobb a főváros ügyeit és a főváros ügyeiben tartott vitáknál, ezek sokkal hevesebbek lehetnek, sokkal nagyobb ütközések lehetnek, de ez még most is csak ugye arról beszélünk, hogy ez egy négypólusú közgyűlés lenne. Ott van még a Jobbik, ami jelen pillanatban még továbbra is főpolgármestert szeretne állítani. A pártpolitikai viták most is zajlanak a közgyűlésben, tehát a világos kormány és az ellenzék között már messze a szakmán túlnyúlóan folynak ott viták. Oda akarok lyukodni, hogy ezzel csak emelik a káosz szintjét, mintha még egy cseresznyét rátennének a tejszínhabra. De ami itt nekem még érdekes, és hogy az, hogy egy listára terelnék megint az ellenzéki pártokat, ez ugye együttműködési kényszert alakít ki, tehát az a belső versenyfolyamat, ami egyébként a verseny az mindig innovációt szül, akár a DK részéről, akár a Momentum részéről, akár az LMP részéről, a Jobbik is ugye igazából most saját maga is szeretne valahogy megújulni. Oda akarok kiukadni, hogy ezek az irányok akkor így eltűnnek, kevesebb, tehát igazából egy helyre beterelnek megint mindenkit egy helyre. Hogyha mindenkit egy helyre beterelnek, elfedik a pártok közötti valós különbségeket, mert mint amikor a támogatottságot jelentik, tehát a kis támogatottságú pártok ugyanúgy részesei maradnak ennek, és nem mondom, hogy amortizálódnak, mert ezt nem arról beszélnek, hogy ennek meg kell történnie, de megtörténhet,
ha valaki jobban csinálja. A DK számos alkalommal tudott átsebíteni saját magához akár Momentumos, akár MSZP-s pártpolitikust. Momentum is tudott integrálni egyébként politikust, akár a Jobbikból is. Oda, tehát, hogy ezek a folyamatok lelassulnának, megszűnne ez a verseny, és stabilizálna a Fidesz, illetve a Mi Hazánk. Na most kíváncsi vagyok, hogy valaki, aki belülről látta, hogy a közgyűlés, hogy működik, melyik érveléssel ért inkább egyet? Én azt gondolom, és nem rovom fel az újságíróknak, hogy a fővárosi választási szabályok összes apró picike részletével nincsenek teljesen tisztában, mert ez nem az önök dolga, ez a mi dolgunk politikusoké. Most is össze vannak terelve a pártok. Hát minden polgármester közös ellenzéki jelölt lesz. Ezzel a Momentum se tiltakozott, meg szerintem senki. Másnap majd a Jobbik meglátjuk, hogy a végén mit fog tenni. És 19-ben is közös lista volt, csak akkor úgy hívtuk, hogy közös kompenzációs lista, amire nem szavazott ugyan az állampolgár, de az összes töredék szavazat, amit egy közös ellenzéki polgármester jelölt nem váltott polgármesteri mandátumra, az mind szépen ment föl el a listára. Tehát szeretnék mindenkit egyrészt megnyugtatni, hogy pontosan érzik ezek a pártok a felelősségüket, és azzal, hogy a DK kiállt és azt mondta, hogy közös lista kell, én még nem hallottam olyan mértékadó ellenzéki pártot, most a Jobbikot mondom, még egyszer vegyük ki ebből a játékból, aki azt mondta volna, hogy júj, nem megyek én senkivel se közös listára, meg a polgármesterek se legyenek közösek. Tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez teljesen rendben van. Ami nincs rendben, az, hogy egy önkormányzati választás előtt fél évvel újra átírja a Fidesz a játékszabályokat, és úgy írja át, hogy még annyi kurázsi sincs bennem, azt mondtam a nem tudom, beszélünk-e még külön róla az országgyűlésben Nagy Csak képviselő úrnak, hogy hát hajrá, legyen hős, bátor Robin, legalább szólaljon meg ott a parlamentben. De akkor most ezt kijelentő módban fogalmazzuk meg, tehát ez át fog menni, meg fogják szavazni, én így lesz? Biztos vagyok benne, most ma Nacsa Lőrinc a második kétpercesemre végül is hajlandó volt felállni és reagálni, és az a mondat hagyta el a száját, akár meg is szavazható ez a törvényjavaslat. Majd utána, mint a fürge nyúl, ki is szalad gyorsan az országgyűlésből, egyetlen egy fideszes képviselő sem, a felülő kormányképviselő, államtitkár Répási Róbert sem szólalt föl, tehát ott igazán Nacsa Lőrinc kétperces felszólalásán túl kormánypárti hozzászóló sem. És arra a felvetés, mert azt értem, hogy a részletszabályok most is együttműködésre kényszerítik az ellenzéket, de hogy a város működő képességét lesz nehezebb fenntartani akkor, hogyha több érdek jelenik meg a közgyűlésben, és sokkal többet kell egyeztetni, miközben ugye nyilván a polgármester alapvetően küzd a kormány, a források és a többi, tehát hogy ez egy sokkal több frontos harccá válhat. Ez mennyiben jelent nehézséget? Én szinte biztos vagyok abban, vagy inkább mondom, hogy biztos vagyok abban, hogy a most közgyűlési városvezetői többséget alkotó pártoknak egyébként többsége lesz, ha listás szavazás lesz, akkor is nyilvánvalóan lesznek bent polgármesterek, mert szükség van arra a tudásra, arra a szempontrendszerre, amit egy kerületi polgármester hoz be egy fővárosi közgyűlési működésbe, tehát én ezektől egyáltalán nem aggódom. Ez egy szabad város, Budapest újra fogja választani a jelenlegi város vezetést, azokat alkotó pártokkal, és ugyanígy megpróbál ebben a viszonyatos ellenszélben, és ezen a mostani megfojtó intézkedések ellen mindent meg. Egy nagyon gyors kiegészítések. Még a Momentum ugye csak annyit mondott, hogy Karácsony Gergelyt támogatják, nem arról beszéltek, hogy a közös listához csatlakoznak. Ebben önnek igaza van, bocsánat, ez az egyik része. Tehát, hogy itt még a Momentum pontos taktikája még nem ismert, akár támogathatják Karácsony Gergelyt, és állíthatnak saját listát is jelen pillanatban. Nem tudnak, bocsánat, hogy közbeszólok, ez három megint a régi. De ugye mostani igen, csak ha jól adja a logóját a főpolgármesternek, vagy a főpolgármester mögött ott van a Momentum logója. Nem muszáj logót oda tennie. Pont ez a lényeg, hogy nem muszáj oda tennie a logót, és hanem elvi támogatását. Minden nyilatkozatban elmondják, hogy Karácsony Gergelyt támogatják, és egyébként meg nem támogatjuk azt a többséget, aki Karácsony Gergely mögött fölcsorakozik, és egyébként az a három momentumos polgármester, az teljesen egy másodpercet kérek, csak hogy a nézők is megértsék, hogy pontosan hol tartunk, mert hogy készültünk ezzel kapcsolatban egy bejátszóval, ahol a Momentum elnök elmondja, hogy akkor most pontosan milyen formában támogatják Karácsony Gergelyt, ezt mutatjuk. Karácsony Gergelyt támogatjuk Budapest főpolgármestereként. A Momentum is beállt a jelenlegi városvezető mögé, jelentette be a párt elnöke Karácsony Gergellyel tartott közös sajtótájékoztatóján. Az elmúlt 4 évben Karácsony Gergely, mint főpolgármester, azt gondolom, hogy rászolgált arra, hogy a Momentum, mint egy liberális párt, támogassa őt a továbbiakban is.
hiszen egy elképesztő kormányzati ellenszélben vezeti ezt a várost. Híradónk arról kérdezte Karácsony Gergelyt, hogy ezzel teljes-e az általa október 23-án meghirdetett ellenzéki összefogás. A főpolgármester azt válaszolta, hogy szeretné, ha teljes körül lenne ez a megállapodás. Ezzel kapcsolatos döntésünket még nem hoztuk meg. Az LMP elnökségi tagja azt mondta híradónknak, hogy hamarosan bejelentik, hogy kit támogatnak. Kanász Nagy Máté úgy fogalmazott, a döntéshez több információra van szükség. Legelsőként hivatalosan a Mi Hazánk jelentett be főpolgármester jelöltet szeptemberben Gruntner András személyében. Novemberben pedig a jobbikos Brenner Koloman is jelezte, hogy ringbe száll a főváros vezetéséért. A Fidesz-KDNP azonban továbbra sem nevezte meg, hogy ki indul a kormánypártok támogatottjaként. Mit kell eldönteniük? Keddig lehet módosító, ugye arról beszélgettünk itt Györgyel, hogy keddig lehet módosító indítványokat beadni ehhez a törvényhez, tehát keddig a Fidesznek el kell döntenie, hogy támogatja ezt a törvényjavaslatot, így támogatja-e, beletesz még bármilyen szabályt, vagy kivesz belőle még bármilyen szabályt. Úgyhogy szerintem igazából, és bocsánat, mert nem én szerkeztem a műsort, de lehet, hogy akkor lesz majd érdemes igazán erről beszélni, amikor ez a törvény véglegesen válik. Még egy mondatom, mert amíg hallgattam a kollégákat, végig az járt a fejemben, hogy igazából egy következménye lesz ennek a törvénynek, Donát Annának újra be kell majd fogni az orrát. Ahhoz, hogy Gyurcsány Ferencre egy listán szerepelhessen, pontosabban a DK-sokkal egy listán szerepelhessen. Jó, azért ő mondott egy olyat, hogy az önkormányzati választás az más kérdés. De ez egy új helyzet ezzel a törvénnyel. Új helyzet alakult ki, itt újra szoros együttműködésre vannak ítélve az ellenzéki pártok. És még egy gondolat, ne haragudj, ugye pont itt az ATV-ben nálatok mondta ma reggel a Novák előtt, hogy ő még abba is belemegy, hogy ne a következő, tehát a 24-es választást érintse ez a javaslat, hanem majd a rákövetkező 5 évvel későbbit. Ha ezt egy másik ellenzéki párt beadja módosítóként, és közben azt is deklarálják, hogy viszont akkor támogatják az országgyűlési választásra vonatkozó Mi Hazánkos javaslatot, akkor ő ezt tulajdonképpen tudja majd támogatni. Igazából így nem fog kiderülni szerintem a Fidesz valós álláspontja, hogyha ez a módosító bekerül, akkor ezt a Fidesz tudja majd támogatni, vagy sem. Ezzel alapvetően egyetértek. Egy gondolat csak arra, hogy itt az együttműködési kötelezettség, ha ugye a Momentum nem állít ellenjelöltet Karácsony Gergely szemben, nem támogatja, és saját listáról bekerülnek a képviselői, attól még ők együtt tudnak működni azzal a közös listával, amit a DK és az MSZP és a Párbeszéd, és aztán majd meglátjuk, hogy az LMP meg a Jobbik ezt mit csinál. De a legfontosabb is, hogy a Donát Annai érvelésben mi van, ez csak azért, hogy a dimenzióit felrajzoljuk ennek, hogy itt tényleg milyen tétje van a pártoknál ez. Hogy Donát Annék arról beszélnek, hogy Gyurcsány Ferenc személye és az, hogy mindig vele kell egy közös listára kerülnie más pártoknak, ez probléma. És Gyurcsány Ferencnek az egyik legnagyobb elutasítottsága van a magyar választók között. Bizonytalanok körében is, nem, és az ellenzéken belül is egyébként van egy relatív magas elutasítottsága. Tehát ebből a Momentum egyébként remélheti azt, hogy egy kifejezetten jól tud szerepelni, akár egy külön listával is, ha nem állít ellenjelöltet, és közben még el tud indulni kerületi színekben is. Tehát ez attól függ, hogy ők hogyan sakkoznak ebben a helyzetben. Most jelen pillanatban az együttműködési kötelezettség tűnik, de elképzelhető olyan forgatókönyv. Nem akarom ebbe az irányba elvinni a vitát, mert azt gondolom, hogy ez a nézőknek most már elég bonyolult, meg talán nem is biztos, hogy ez a legnagyobb tétje ennek a dolognak. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy lehet itt is az ön részéről is nyugodtan gyurcsányozni, de mégiscsak a legnagyobb ellenzéki pártot vezeti. Hadd mondjam végig, köszi. Nem gyurcsányoztam, csak... Tehát mégiscsak a legerősebb ellenzéki pártot vezeti Gyurcsány Ferenc, és azt gondolom, hogy persze ezzel a nagysággal nagyobb felelősség is jár együtt. Amit szerettem volna ez a dologhoz mondani, egy picit számolni is kéne. Tehát ugye van most, ha jól emlékszem, akkor 3 momentumos polgármester, vagy 2,5, még mondjam, kiderül, hogy még hány helyen fognak polgármestert indítani, aki momentumosként indul, és majd a többi pártól elvárja, hogy támogassák, és nyilván támogatni is fogjuk Soproni Tamást is, Pikó Andrást is, ezzel semmi probléma nincsen.
Tehát a 23-ból kell akkor úgy összehozni matematikailag azt a három momentumos polgármester jelöltet, aki csak momentumos színekbe indul el, hogy lehessen fővárosi listájuk, hogy ne veszélyeztesse ez az összes többi helyen az ellenzéki közös polgármester jelöltek győzelmét, és még az a három is valamilyen olyan formában tudjon elindulni, hogy hát miért ne a futotta kategóriájába legyen. Tehát higgye el nekem, György, hogy ezt patika mérlegen kimérte a Fidesz, mielőtt ezt a törvényjavaslatot beadatta a Mi Hazánkkal. Fölmerülhet a közvetlen főpolgármester választás módosítása, mert ugye Karácsony Gergely, amikor a Telexnek adott interjút, akkor azt mondta, hogy szerinte ez a végcélja a Fidesznek. A 22-es választás után csináltam Karácsonnyal egy interjút, az első reagálása volt a választási eredmény, és ott azt mondta a főpolgármester, hogy szerinte az is kérdéses, hogy egyáltalán megtartják-e a 24-es önkormányzati választásokat, simán kinézi a rendszerből, hogy ezen valahogy túllép, vagy átlép. Szerintem itt meg fog állni a törvénykezési folyamat, ez épp elég markáns nagy lépés egy irányba, úgyhogy én nem látom most bele azt, de hát annyi mindenben nem láttam bele, aztán végül mégis bekövetkezett, de azért most a józanság mégiscsak azt mondhatja velem, hogy ez a határ jelenleg, ameddig most el fognak menni. Én nem tudom megtippelni, nekem sokkal rosszabb a véleményem nyilván a Fideszről, mint Zoltánnak. Én bármit el tudok képzelni. Szintén bármit el tudok képzelni, és most csak hozzáteszem még azt, hogy fél évvel a választások előtt lehet módosítani, korábban ugye már láttunk hasonlót az országgyűlési választásoknál, szerintem valószínűleg nem is talán ez a, lehet, hogy egy kellemetlen része ennek az egésznek, de ezzel nem nagyon lehet foglalkozni, szerintem többet. Jó, Anna, akkor ezt az egész nagy kört lezártuk, tényleg a mélyére mentünk, és tényleg fogunk még ezzel foglalkozni. Gyorsan feldobom önöknek a mai kérdésünket, még van idejük egy picit szavazni. A Kormányinfo hangzott el az, hogy Gulyás Gergely szerint Brüsszel jogtalanul tartja vissza jogellenesen a nekünk járó forrásokat. Egyetértettek-e ezzel, ezt kérdeztük, 82%-a a minézőinknek nem ért egyet, 18%-a pedig igen. Ezen kívül a Kormányinfo elég sok érdekes dolog elhangzott, ezekből fogunk majd szemezgetni a második rész elején, egy rövid reklám után tartsanak velünk. Folytatjuk is az aktuál Németh Erzsébettel, Bakev Zoltánnal és Unyatinszki Györgyel, és ahogy mondtam, a Kormányinfón nagyon-nagyon sok téma elhangzott, úgyhogy amit mi most kiemeltünk, például a szuverenitásvédelmi törvényre reagált Gulyás Gergely a Kormányinfón, vagy arra, hogy még mindig nem jönnek uniós források, ez egy felütés, és szerintem még másokat is szemezgetni fogunk az elhangzottakból, de előbb egy bejátszóban az összefoglaló jön. A kifizetések rendkívül alacsonyak és rosszak azok a számok, amelyek az eddigi kifizetések arányát mutatják. Mindezek mellett jogellenesen tagadják meg a nekünk járó pénzek kifizetését, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter hozzátette, nem hisznek az ígéretekben, annak hisznek, ha a bizottság most már folyósítja hazánkat megillető pénzeket. A minisztert arról is kérdezték, miért támadja az ellenzék a szuverenitásvédelmi törvényt. Ha valaki külföldi érdekeket szolgál ki, külföldi érdekektől engedi magát befolyásolni anyagilag, akkor utána nem fog támogatni egy olyan hivatalt, ami a magyar közélet tisztaságát, befolyásmentességét szolgálja. Gulyás Gergely hozzátette, nem érti, miért Brüsszelben támadják a törvényt, és nem itthoni jogorvoslati fórumokon. Végtelenül cinikus dolog úgy tenni, mint hogy Magyarországon még működne a független igazságszolgáltatás. Magyarország nem jogállam, ezért nem is kapok uniós pénzeket Orbán Viktor hibájából. Cseh Katalin szerint a törvény uniós jogot sért azzal, hogy ellehetetleníteni a kormány kritikus hangokat. De Gulyás Gergely mindenkit megnyugtatott, hogy a szuverenitásvédelmi törvény a média szabadságát nem befolyásolja, amikor rákérdeztek, hogy mondjuk a Magyar Hang vagy a Szabad Európa munkatársai miért nem jelenhetnek meg a Kormányinfón, akkor egy következő mondatban pedig elmondta, hogy hát azért a dőr mögül dömötör sem fér be. De nagy elérésű, talán még a liberális médiumokat is hozzátette, hogy azok viszont ott lehetnek, és hogy nincs elég hely, ez is probléma. Most én nem szeretném ezt különösebben véleményezni, talán csak azt a részét, ami úgy talán jelenleg a törvény mostani formájához, amit beterjesztettek.
vonatkozik a sajtóra annyiban, hogy ugyanúgy a sajtó munkatársait, szerkesztőségektől kérhetnek be adatokat arra vonatkozó, hogy fogadtak-e, kaptak-e bármiféle külföldi támogatást, forrást, miből működnek, és ezt ellenőrizhetik, és ez belekerül egy jelentésbe. Tehát ez egy nyilvános jelentésbe bele fog kerülni. Magyarul bármilyen médiumról, aki valamilyen támogatást kap, ha nem is kerül mondjuk valamilyen büntető eljárás alá, mert jelen pillanatban ugye ez nem vonatkozik rá, de meg lesz bélyegezve. Tehát, hogy ezt azért így, ezt ebben a dimenzióban kell nézni. Ez egy dolog, amit elmondtál, de más is van ebben a törvényjavaslatban. Tehát az is szerepel benne, hogyha dezinformál, vagy manipulálja az információkat más államok, külföldi, akárkiknek az érdekében, akkor is vizsgálat alá kerülhet. Itt már vastagon megjelenhet a sajtónak egyébként a szerepe. Én most nagyon aggódnék a kormánymédia helyében, hiszen más sem csinálnak, mint az orosz propagandát tolják, veszik át és tolják, tehát konkrétan Putyin érdekeit szolgálják. Tehát itt lenne keresni valójában ennek a szuverenitásvédelmi hatóságnak, az biztos. De hát nyilván nem lesz semmiféle keresni valója, mert ugye azt megtudtuk, hogy a miniszterelnök javaslatára fogják kinevezni az ő, ennek a hatóságnak a vezetőjét, és hát éppen ma volt az állami számvevőszék beszámolója a tisztelt ház előtt, és ott is feketén-fehéren kiderült, DK-s képviselőtársam el is mondta, hogy ugyanúgy az állami számvevőszéget, de mondjuk ezt a szuverenitásvédelmi hatóságot is furkosbotként fogják majd használni, mind a politikai pártok, mind a civil szervezetek, mind a sajtó, illetve hát mindenkivel szembe, akitől egy kicsikét is tart valamilyen szempontból a Fidesz. Én azt gondolom, hogy Magyarország szuverenitását egyetlen egy dolog veszélyezteti, ezt pedig úgy hívják, hogy Fidesz-KDNP, illetve ugye a magyar kormány. Tehát annál ékesebb bizonyíték nem kell szerintem senkinek, mint amilyen befolyásolás történik Magyarország kormányára, akár a kínaiakat, akár pedig az oroszokat tekintjük. Tehát az, hogy Magyarország és a magyar emberek érdekeit feltétel nélkül kiszolgáltatják, és akár az akkumulátorgyárakat, említhetem a kínai akkumulátorgyárakat, akár pedig a Budapest-Belgrád vasútvonalat, vagy Paks 2 beruházását, tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy nem a magyar embereknek az érdekei és az értékei a fontosak a Fidesz számára, hanem ezeknek a nagyhatalmaknak a magyarországi befolyását, illetve a befektetési lehetőségeinek a kiszolgálását támogatják. Első kérdés, hogyha kérdés az, hogy mondhatjuk-e azt, hogy azért az Unió az, hogy mi történik ezzel a szuverenitásvédelmi törvényjavaslat csomaggal, ezt elég közelről fogja figyelni. Ha megelőlegezem azt, hogy a válasz igen, akkor miért csináljuk? Amikor éppen próbálunk forrásokhoz jutni, vagy ez már mindegy? Mert az apropót az Unió szolgáltatja azzal, hogy próbálja a nyugati demokráciát megvédeni az orosz befolyástól. Tehát ott épülnek ki, egymásra épülnek rá ezek a védelmi mechanizmusok, jogi intézményi és egyéb módon próbálják kiszűrni, kitolni onnan az orosz propaganda befolyását. Tehát ez az alapja ennek az ötletnek. Ezt ültetik át a magyar jogba, csak az egész kicsit megvan, nem kicsit, nagyon megvan fordítva. Jó, de tudnánk ezt kevésbé látványosan csinálni? És ahogy mondtad, azért az ilyen típusú orosz információk így is csont nélkül ugye, nem tudnak szinten. A mondás az, hogy ez a hatóság nem fog büntetni, hanem csak vizsgálni fog, és jelentésbe fogja majd foglalni. Tehát a nagy retorzió ígérete magában a törvényjavaslatban emlékeim szerint nincsen benne. Nyilván meg fogják majd találni ennek a módját. Persze kilátásban érzik a börtönbüntetést. A politikai pártok, tehát a választási aktivitással összefüggésben, de alapesetben ugye ez a hatóság ez nem fog büntetni. Csak annyiban gondoltam még kiegészíteni azt, amit Gulyás Gergely mondott még a kormányinfón, hogy ugye a jogellenesnek címkézte az uniónak az eljárását Magyarországgal szemben, hogy miért nem érkeznek az uniós pénzek. Pont, hogy az Európai Unió Bírósága bármikor, amikor a jogállamisági mechanizmusról, annak az elfogadásáról volt szó, tehát hogy nem, a magyar kormánynak nem adtak semmiben igazat, nincsen olyan döntés. Hogyha a magyar kormánynak problémája van azzal kapcsolatban, hogy itt egy jogellenes intézkedés történik, akkor a magyar kormány forduljon az Európai Unió Bíróságához, és meg tudja-e nyerni. Utána lehet mondani azt, hogy valami jogellenese vagy sem, és hogy miért jogellenes, vagy jogellenes, meg a szuverenitás, és ezt már talán más műsorban elmondtam, hogy ha a magyar kormány Orbán Viktor megszavazta a tanácsban, hogy lehet jogállamisági eljárás az Európai Unióban, ő ehhez a voksát adta,
akkor ne lepődjünk meg, és a szuverenitásunk egy részét odaadta az Európai Uniónak egy közös szerződés keretében, akkor ne lepődjünk meg azon, hogy ezt esetleg alkalmazzák is. Nyilván ugye arról van szó, hogy most már talán a Fidesz egyre több vezetője számára nyilvánvaló lesz, hogy nem fogjuk egy jó ideig megkapni ezeket az uniós pénzeket. Valahogy a magyarországi közvélemény előtt el kell ezzel tudni számolni, és ilyenkor legegyszerűbb az, hogy azokat hibáztatjuk, akik végül is nem utálják az uniós forrásokat Magyarországnak. Nagyon egyszerűen meg lehetne ezt a dolgot oldani, nem kell lopni azokat a mérföldköveket, amiket az unió előírt, azokat teljesíteni kellene. Erre szoktuk azt mondani a DK-ban, hogy ha itt másik kormány lenne, másik kormányfő Dobrev Klára, akkor néhány héten, néhány hónapon belül haza lehetne ezeket a forrásokat hozni, és nagyon nagy szüksége lenne rá az országnak, mert egészen egyszerűen bárhova néz az ember, bárhova megy az országba, minden egyre inkább lepusztul. Már nem csak az egészségügyről van szó, már nem csak az oktatásról van szó. Nézzük meg, hogy milyen körülmények között élnek az emberek, nézzük meg, hogy mit csinálnak a nyugdíjasokkal. Egészen egyszerűen elfogadhatatlan és tarthatatlan az, hogy azért, mert nem hajlandók normálisan vezetni egy országot, ezért teljes Magyarországot, kivéve persze az ő köreiket, büntetik. Bocsánat, a teljes kép kedvéért azt még azért mondjuk el, rögzítsük, hogy miközben Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón, hogy nem jönnek az uniós pénzek, és ez egy jogellenes állapot. Gazdasági sajtóhírek szerint mintegy 10 milliárd eurónyi összegről mégiscsak sikerülhet heteken belül megállapodni az Európai Bizottság. Tehát ennek a folyósítása a kohéziós alapokon keresztül, ez úgy néz ki, hogy a jövő év elején elindulhat. Mindig 3 hónapra vagyunk ugye az uniós támogatások folyósításától, és én is csak akkor fogom ezt elinni, hogyha már látom, hogy tényleg bejöttek ezek az eurócentek, de az aktuális hír az az, hogy talán most vannak a legközelebb a felek egy csomag megállapodása. Egyrészt, másrészt meg ugye... Az nem kevés. Tehát összesen 22 milliárd euróról megy a túlsakodás, abból 10 milliárd euró, az nem olyan kevés. Édesapám mondta mindig azt, mikor elkezdtük a fát hasogatni, és az első fát ketté hasítottuk, hogy sose voltunk ilyen közel a végéhez. És ugye azt azért tegyük hozzá, hogy ha jól értem, és ha ugyanarról beszélünk, akkor ez teljesen egyértelműen egy zöld energia és egy zöld átállásra való forrásokat jelenti, ha ugyanarra gondolunk, hogy arra beszélünk. Ez más operatív ez erről már ugye döntés van, de ez nincsen 22 milliárd igen. euró. No, így értem, hogy én szeretnék még egy dolgra rákérdezni, ami egy rövid félmondat volt, de azért érdekes, ugye az előzménye, amire reagált Gulyás Gergelynek, az az volt, hogy Lázár János a múlt héten egy nagyon hát olyan Lázár Jánosos nyilatkozatot tett azzal kapcsolatban, hogy talán a német és a francia építőipari cégeket említette konkrétan, hogy jobban teszik, hogyha eladják a hazai bizniszeiket magyar vállalkozóknak, és külön említette, hogy Paks 2 miatt a cement gyáraknak magyar kézben kell lenni, mert ott azért most nagy beruházások lesznek. És erre reagált Gulyás Gergely, és azt mondja, hogy nem a külföldieket akarják innen kivezetni, csak azt szeretnék, hogyha a magyarok fővállalkozók is lehetnének magyar beruházásoknál. Ez mennyire árnyalja érdemben annak az élét, amit Lázár János mondott, mert azért arra nagyon sokan felkapták a fejüket. Hát, szerintem Lázár János kimondta az igazságot, Gulyás Gergely megpróbálja egy átlátszó kis lepellel elleplezni ezt. Úgyhogy tudjuk azt, itteni német vállalkozások informális csatornákon keresztül érkező üzeneteiből, ami vagy a német sajtóban landol, ugye a Spiegel cikkét szoktuk ezzel kapcsolatban emlegetni, vagy akár a hazai sajtóban is voltak erről összefoglaló tudósítások, hogy igenis megkeresik őket NER közeli vállalkozások, és egyértelművé teszik, hogy mögöttük van az állam egészen, és tesznek egy asztalra egy ajánlatot, amit egy ideig lehet fontolgatni, egy ponton túl, meg akkor megérkeznek az állami hatóságok különböző ellenőrzésekkel, vegzálásokkal, megnehezítik annak a cégnek a dolgát, a működését, és akkor az a kérdés, hogy ez a tulajdonos, ez meddig tűr, meddig bírja. Ezt láttuk a magyar szereplőknél, a magyar tulajdonban lévő cégek által uralt piacokat elég gyorsan át tudta venni a NER. Mert nem volt mögöttük támogatás, nem volt hátterük, nem maradt hátterük. A német cégekkel kicsit nehezebb a dolga a kormánynak, ott elvileg a német kormány, meg a német kamarák is mögöttük állhatnak, de
van ez a pletyka a városban, hogy azért is megy nehezen az érdekérvényesítésük otthon Berlinben, mert ekközben viszont az itteni német autóipari cégek meg nagyon meg vannak elégedve az Orbán kormány által biztosított körülményekkel. Minden támogatást megkapnak, minden kérésüket teljesítik. Ők jelentik egyébként a gerincét per pillanat a magyar gazdaságnak, ezért fontosak az Orbán kormány számára is. És az egyéb ágazatokból német cégektől küldött üzenetek valahogy átszűrődnek az autóipari cégek szűrőjén, és tompítottan jutnak el a berlini kormány. Csak mégis az volt szokatlan, hogy Lázár János ezt így pacekba kimondta. Általában így szokott, ő pacekba mondja. Hát nézzük meg akár a reptérnek a helyzetét, ugyanezt történt ott is. Jó, de az aranytojást, hogy tyúk, ugye erről igen, is igen, ezt most már igen. De ugye ott is ugyanezt történt, egy csomó reptéri fejlesztést akadályoztak, nem engedtek, olyan bánásmód volt a reptért üzemeltető cégekkel, ami azt gondolom, hogy túlmegy azon, hogy egy kormány hogyan avatkozhat be egyébként egy magáncégnek az életébe, és most lássunk csodát, összekapirgálják szépen mindenhonnét ezt a 1550 milliárd forintot, és meg fogják vásárolni a reptelet. Itt egy nagyon fontos dolgot azért még hadd mondjak, tudom, hogy nem pont a mai kormánytájékoztatóhoz tartozik, de azért az tényleg egészen elképesztő, hogy az az MVM tud 309 milliárd forintot betolni most osztalék előlegként a kormánynak, és nyilván majd a reptérvásárlásra fogják költeni, aki egyébként évek óta hazudja azt, hogy a rezsicsökkentés az neki micsoda nagy költségébe kerül, tehát ugye támogatni kell a rezsicsökkentéssel az embereket. Ehhez képest ugye a gázár is most már egészen nem is tudom hány százalékra csökkent az európai gáztőzsdén, és még mindig fizetjük a 729 vagy mennyi forint per köbméter úgynevezett lakossági piaci árat. A költségvetésből támogatott MVM fizet be a költségvetésből. Így van. Szóval azt gondolom, hogy, és ezért mondtam, amikor egy előző résznél itt el tudunk-e képzelni a Fideszről még valamit, sajnos azt kell, hogy mondjam, mindent el tudok róluk képzelni. Ami most elhangzott, ez így jó összefoglaló, csak annyi kiegészítés, hogy Lázár János az utóbbi időben főleg a MÁV helyzete miatt volt hát nem éppen a legkedveltebb arca a kormánynak, és valószínűleg egy kicsit ennek is szól ez. És gondoljunk a mai kormányinfóra is, Gulyás Gergely következetesen arról beszélt, hogy majd hétfőn Lázár János tart egy hatalmas nagy sajtótájékoztatót, például azzal, hogy Rákos rendező környékén akkor milyen nagy ingatlan befektetési beruházások, hatalmas, ugye mini Dubaj lehet-e vagy sem. Igen. Ez összefügghet. Van még két témánk a következő 13 percre, de ezt le fogjuk hozni szerintem. A következő az még mindig mai parlamenti esemény, mert hogy egy momentumos politikus Bedő Dávid meghívására részt vett a parlament mai ülésén, a karzatról figyelte azt Karsai Dániel, ugye ő az ALS betegséggel küzdő magyar alkotmánybíró, aki az aktív eutanázia lehetőségéért küzd, most már nem csak idehaza, Strasbourgban hét elején ugye volt a meghallgatás, illetve a bírósági tárgyalás. Magyar vagyok, szeretek is az lenni, imádom ezt az országot, ha már itt élnem és halnom kell, hagyják, hogy csináljam. Így ezzel a Karsai Dániel idézettel kezdte Bedő Dávid a felszólalását, és mutatjuk, hogy mi történt még ennek kapcsán a parlamentben. Magyar vagyok, szeretek is az lenni, imádom ezt az országot. Ha már itt élnem és halnom kell, hagyják, hogy csináljam. Karsai Dánielt idézve kezdte parlamenti felszólalását Bedő Dávid, a Momentum frakció vezető helyettese. A parlamenti ülésteremben ott volt Karsai Dániel is, aki Bedő Dávid meghívására érkezett a parlamentbe. Nem szerette más, csak hogy méltóságban halhasson meg, szenvedés nélkül. A Momentum politikusa felszólalásában elmondta, pártjával egy határozati javaslatot nyújtanak be, ami utat engedne az aktív eutanáziára vonatkozó jogszabályok módosítására. Arra kérem önöket, hogy rakjuk félre a politikai nézeteltéréseinket és világnézeti különbségeinket, és dolgozzunk együtt azon, hogy Magyarország egy szabadabb ország legyen, ahol az emberek rendelkezhetnek a saját sorsuk felett. Felszólalása után Bedő Dávid a parlament tárgyalójába hívta a kormánypártiakat, hogy beszélgessenek a halálos beteg Karsaival, és ismerjék meg tüneteit. Mi pedig életpártiak vagyunk, és az életet védjük. Válaszolta a Momentum politikusának Répási Róbert. Az igazságügyi államtitkár hozzátette, az emberi jogi bíróság előtt egy kormánynak nem lehet más feladata, mint hogy a saját alkotmányos rendjét védje.
Karsai Dánielt kedden hallgatták meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, aki azért küzd, hogy saját maga dönthessen élete méltóságos befejezéséről. Döntés jövő év elején várható. Azon gondolkodom, nem tudom, ki vette észre, hogy ott ül Karsai Dániel ezt a hihetetlen emberi drámát teljesen transzparensen nyíltan vállalva, egy Merry Christmas-es, boldog karácsonyos, rénszarvasos pulcsiban a karzaton, és ez valahogy úgy megtestesíti az ő egész hozzáállását ehhez a témához. Ez lehet, hogy csak az én fixa ideám, de a posztjaiban is mindig az a nagyon nyílt, igen, itt most közelről látjuk, nagyon átlátszó, nagyon érthető érvelés, mindig egy ilyen finom, cinikus, értelmiségi humorral, ez annyira nekem nagyon hiányzik a magyar közéletből. Az, amit ő egy ilyen dráma kapcsán behoz. Ebben egyetérthetünk, vagy ez csak az én érzékelésem? Az élned halnod kell, azzal elég igen. Könnyen lehet. Igen, igen. Szerintem ennél világosabb megfogalmazás nem nagyon van, és ennek a levezetése, tehát amikor valaki, és majd szerintem erről még majd lesz szó, hogy amikor Répási úr a parlamentben arról beszél, hogy ők életpártiak, akkor hát azért pont kimarad az, hogy ezt ahogy lehet a legméltóbban befejezni akár. És ugye ennek a lehetőségében korlátozok, oda akarok lyukodni, hogy hogyha ezt rakom össze a Karsaját a választott idézettel és némi humorral, akkor azért kirajzolódik a különbség. Igen. Nehéz megszólalni, és én most nem is politikusként akarok, hanem inkább emberként, tehát nyilván kettő az nem külön választható, de szándékosan nem politikáról akarok beszélni. Szóval azt gondolom, aki látta azt a videófilmet, amit Karsai Dániel felrakott, és most újra megmutatjuk, és most akkor mutatják igen a nézőknek is. Szóval ebbe benne van minden, az, amit ő gondol a világról, az életről, egy hatalmas emberi nagysággal, mert azt hiszem, hogy egy ilyen élethelyzetbe felvállalni a nyilvánosságot, és azt ennyire tudatosan végigvinni, az ahhoz valami iszonyatos lelki erő kell. És én tényleg őszintén kívánom azt, hogy sikerüljön neki, és annyit tudok mondani, hogy ha a bíróság neki kedvezően ítél, akkor azt gondolom, hogy a politikának és a politikusoknak nincs más dolga, mint hogy azokat a magyar törvényeket perceken belül meghozni, hogy neki lehessen még módja teljes tudatával tisztán dönteni arról, hogy akarja az életét befejezni. Az ellenzék is beterjesztett ilyet. Az ellenzék is beterjesztett ilyet. Igen, de én nem is mennék már ebbe az irányba most el. Tehát nem, tehát itt nincs más dolga akkor a politikának, mint hogy ezt a helyzetet nélleg minél gyorsabban megoldja. És neki ezt, meg hát a sorsátrainak is lehetővé tegye. Én közben azon gondolkozom, hogy a halálhoz való viszonyunk mindig a legproblémásabb. És az egyik legproblémásabb. És a Karsai Dánielnek az erejét az adja, hogy valahogy olyan viszonyulása van ehhez a helyzethez, amivel nagyon jól lehet azonosulni. Tehát szinte vágyja az ember, hogy így tudjon szembenézni a halállal, ilyen emelt fővel, tulajdonképpen egy kis mosollyal is az arcán, tudomásul véve az, hogy be fog következni a vég, és körömszakadtáig harcolni azért, hogy méltó halált tudjon, méltó halálban legyen része. És akkor itt jön be a képbe minden más, ami jog, ami álom, ami intézmény, ami úgy rátelepszik erre a helyzetre is. És egy olyan fogságba ejti ezt a fajta autonómiát, hogy ebből nehéz aztán egy parlamenti szinten egy értelmes vitát. Tehát ennek a vitának nem a parlamentben van szerintem. De tudod, mit gondolkodtam most, hogy például az a mai helyzet, amikor azt mondták, hogy menjenek oda a tárgyalóba, és csak beszélgessenek, igen, hogy ott nem jogról, meg nem pártpolitikáról, ott emberségről van szó, akkor miért nem megy oda senki kormány oldalról? És akkor itt jön be, igen, tehát nem hiszem, hogy a kormány oldalon ülőket ne rendítené meg Karsai állapota, helyzete, legfőképp a kilátásai. De hogy ők is a saját pártpolitikájuknak a fogjai, és ennek az egész az érthetőség kedvéért fogalmazok így nervilágnak, ami
leszúrt szölöpöket, és abból nem hajlandó engedni. Tehát úgy van vele, hogy amit már egyszer rögzítettünk, annak úgy kell maradnia. És ez az állás, ugye beszélgettünk a műsor előtt, hogy egy korábbi civil a pályán adásban ez a téma már előkerült, amikor az egész ügy kibukott, hogy elviszi Strasbourgba az ügyet, és hogy megpróbálnak ebből egy társadalmi vitát kezdeményezni. És már akkor világos volt, hogy ebben nem lesz partner a kormány oldal, mert nem azért, mert emberileg nem lennének erre nyitottak, hanem egyszerűen nincs mozgásterük a pártpolitikai rögzültségeik miatt. Ezzel egy picit hadd vitatkozzak, és nem önnel vitatkozzam meg, amit mond, hanem én úgy gondolom, hogy egy politikusnak pont az a dolga, hogyha szembe jön egy ilyen drámai helyzet, és egyébként ez egy drámai, de tiszta, világos helyzet, akkor olyan nincs, hogy a levert cölöpök mellett én ne tudnék valami más. Párt katonákról beszélünk. Értem, de hát hadd feltételezzem azt, hogy ha valaki politikus, attól azért még ember. És ha van egy ilyen helyzet, akkor olyan nincs, hogy ezt nem lehet megoldani. Nincs. Erre van megoldás, és azt gondolom, hogy ezzel minden egyes parlamenti képviselőnek, szándékosan nem mondok se pártot, se oldalt, minden egyes parlamenti képviselőnek a saját lelkiismeretével kell elszámolni. De én még azt is el tudom fogadni, hogyha valakinek az az álláspontja erről a kérdésről, ami a kormány oldalnak az álláspontja. Csak folyjon erről az ő részvételükkel is egy értelmező vita, aminek a végén aztán mindenki meghozza a maga döntését. De ugye pont ez a partneri hozzáállás hiányzik a másik oldal részéről. Voltak már hasonló viták, és ha jól emlékszem, akkor egyházi személyek, tisztségviselők is vitáztak együtt Kalsai Dániel, nem tudom, ezt talán... Voltak viták, csak azok, másolom, egy szűk rétegét szűk réteg, le. De az a réteg is ugye mit jelent, hogy azt a keresztényi hozzáállást, ami ugye elítéli az öngyilkosságot, illetve nyilván azt, aki ebben segítséget nyújt. De hogy csak most a megoldásról, meg a lehetséges irányokról. A Fidesz kormányzását azért általában azt határozta meg, hogy a szavazótábora hogyan érzékel egy témát. És minden közvéleménykutatás, ami az utóbbi időben tényleg így, amit már sikerült mérni, akár passzív, akár aktív eutanáziáról, tényleg azt mutatja, hogy az emberek döntő többsége támogatja azt, hogy... Tehát, hogy de ott van akár, a pártpolitikai törésvonal. Ott van a pártpolitikai törésvonal, ahol még a fideszesek is egyébként a többsége legalább a passzív eutanáziát támogatja, de egy értékelhető... Ez nem fér bele a NER által kialakított világképbe. Lehet, hogy nem fér bele abba a világképbe, de az értem. De valamikor ettől a választópolgárok által meghatározott érzések, gondolatok mentén ettől tudnak rugalmasságot, alkalmanként ezért mutattak rugalmasságot. Internetadónál volt ugye az egyik ilyen legtipikusabb. De sokkal sarkalatosabb. Igen, sarkalatosabb, csak oda akarok lyukodni, ott is, amint jöttek a mérések, akkor el tudták engedni azt az ügyet. Igen, de én meg pont azon gondolkodom, hogy, és ez nem csak sarkalatosabb, már hogy mélyebbre megy a Fidesz szövetében. Fundamentálisabb. Igen, fundamentálisabb. Viszont a tragédia is sokkal közelebb van abszolút mindenkihez. Igen. És ugye, hogyha Kalsai Dániel úgy folytatja le ezt a küzdelmet, ahogy eddig, ugyanilyen transzparensen és nyíltan, akkor ezeknél csak sokkal drámai videókat fogunk látni. Ez befolyásolhatja valahogy a kormány oldalt? Nem tudom, tehát én most nem is ilyen politikai latolgatást szeretnék, hanem igazából azt gondolom, hogy ezt mindenkinek a saját lelkiismeretével kell majd, aki döntési pozícióban van, vagy lesz ebben az ügyben, ugye az is egy döntési helyzet, hogy semmit nem engednek behozni a parlament elé, tehát az is egy döntési szituáció, azt mindenkinek saját magának kell eldönteni, és értem, meg én is egy igazat is adok ebbe, hogy ha valamit az ő szavazóbázisuk nagyon, vagy szavazótáboruk nagyon ellenez, akkor ők tényleg nem hajlandóak attól eltérni, de ez azért megint egy másfajta helyzet, mint mondjuk az internetadó. Tehát nem ugyanolyan fajsúlyú dolgokról. Tudom, hogy nem ugyanfaj, csak egy példát akartam említeni. Csak még egy dolog, hogy tényleg a fundamentális része. Egyesült Államokban nagyon gyakoriak az ilyen viták, akár az abortusz témaköréről van szó, akár ugye ott is az aktív vagy passzív eutanázia lehetőségéről. És amikor ott is az egyik leg
gyakoribb álláspont, ami a republikánus oldalról mondjuk elhangzik, hogy ők életpártiak, és ezzel szemben bárki más, aki nem velük van, azok halálpártiak mondjuk. És ez ugye ennek a vitának a legszínvonaltalanabb, egyben legsúlyosabb. Tehát ezek nagyon kemény pengeváltások. Én csak személyesen tudom azért, én nagyon bízom benne, hogy nem jutunk el ideig, hogy ilyen vagdalkozások legyenek. És most... eljutunk valaha odáig, hogy egy ilyen helyzetben jogszabálymódosításokon innen-onnan túl legalább leülünk egymással beszélgetni, és ilyenkor oda megy egy fideszes KDNP-s politikus, hogy na akkor hallgatom. Rabok legyünk, vagy szabadok, hogy akkor egy másik idézettel jöjjek. Hát kifelé ezt soha nem fogják megmutatni. Tehát nem lehet gyengeséget mutatni. Ez azt gyengeség. El tudom képzelni. Ez emberség, az ez nem. A példádból, amit utána kibontottál, hogy képes-e, hajlandó-e a kormánypárt bármilyen szenzitív témában az ellenzékkel érdemi párbeszédet folytatni, ezt pontosan láttuk az elmúlt 13 évben, hogy nem vagy minimális mértékben. Én erről beszélek, tehát a színpadi kiosztásról beszélek. És erről még fogunk beszélni ugye januárban, ha minden igaz, akkor lesz majd Strasbourgban döntés. Köszönöm szépen a véleményeket, önöknek pedig a figyelmet, ha minden igaz, akkor perceken belül itt az Ostrom fog kezdődni az ATV-n, és holnap reggel pedig Somos Andrással várjuk önöket 6:30 a Startban. Csak a Szigorlatban már kapásból két vendégünk lesz, Varjú László, illetve Tompos Márton, de majd kapcsolni fogunk Brüsszelbe is, és Gyöngyösi Márton is érkezik, úgyhogy tartsanak velünk holnap is, mert most is itt az ATV-n. Szép estét! Thank you.